Néhány pótló alkotás született az Rényi Kiadó, valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum együttműködéséből. A nagyháború 1914-1918 címmel megjelent, és igényes dobozba zárt kiadvány kézzel fogható történelmet nyújt az első világháborús hadtörténelem kedvelőinek. A könyv előszavát Áder János köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka írta. A könyv díszbemutatóját december 2-án tartották a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, ahol Hende Csaba honvédelmi miniszter mondott beszédet. Ez a könyv is ezt szolgálja, hogy közel hozzuk a ma emberéhez a nagy háborút. Az első világháborúnak nagyon-nagyon sok következménye és leginkább gyászos, tragikus következménye volt. Ezek közül csak kettőt említsek, az egyik a kommunizmus, a másik meg a fasizmus, illetve a nácizmus, hiszen a világháború folytán előállott igazságtalan békerendszer, illetve a gazdasági válság volt a táptalaja ezeknek az egész 20. századot meghatározó emberellenes rendszereknek és ideológiáknak, amelyekkel reméljük mostanára már így a 100. évforduló felidézésével, megemlékezésével is megtámogatva le tudunk számolni. A kiadvány újszerűsége abban áll, hogy készítői különböző korabeli dokumentumok reprintjeit, egy oktatókendőt, valamint egy személyi azonosítójegy és fémtokja másolatát is elhelyezték a kötet lapjain található speciális tasakokba. Mivel a hazai könyvkészítésben ez egyedülállónak számít, az ötlettől a megvalósulásig sok munka várt a készítőkre. Abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy a ötlet forrását azt név szerint meg tudom nevezni, Törös István kollégám. Ennek a könyvnek a kreatív szerkesztője volt. Ő keresett meg még tavaly azzal az ötlettel, hogy mutatna nekem valamit, ami nem más, mint a könyvipar vagy a könyvpiac frappáns válasza az internet adta kihívásra. Ugye mit tud a könyv, amit az internet nem tud? Hát nyilván információkat csak limitált mértékben tudunk egy könyvbe bele szuszakolni, viszont megvan a megfoghatóság, a megtapinthatóság élménye, amivel nyilvánvaló, hogy egy internetes vagy egy elektronikus felület nem rendelkezhet. És ő mutatott nekem a Pista 2-3 külföldi dobozkönyvet. Az egyik az a partraszállás, a normandai partraszállás dolgozta föl, a másik a napóleoni háború korát, és azt mondta, hogy hát, hogyha volna egy magyar kiadó, aki egy ilyet meg tud csinálni a magyar témába, az óriási dobás lenne. Nem kellett kétszer mondani. Én úgy gondoltam, hogy a Zrínyi kiadó erre képes lesz. Minden jó, ha vége jó, elkészült a könyv, és gyönyörű. A kötet megvalósulásában oroszlán része volt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársainak is. Ez számunkra is újdonság volt, hiszen egy magyar szemszögből, magyar olvasatban megírt hadtörténeti munkáról van szó, amelyben minden szerzőnek vissza kellett fogni a gondolatait, hiszen mennyiségben, természetesen nem minőségben. Mennyiségben törekedni kellett arra, hogy két bővített oldalon elférjen az anyag, természetesen illusztrációval egybekötve, úgyhogy érdekes kihívás volt ez számukra, akik egyébként a szerzőkről beszélve nem csak történészek, idézőjelbe a csakot, nem csak történészek, hanem muzeológusok, ahogy említettem, levéltárosok, sőt könyvtárosok is voltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon összetett és komplex munka volt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum részéről. A könyvhöz tartozik két DVD melléklet is, amelyet a Katonai Filmstúdió munkatársai készítettek. Ezeken olyan stúdió beszélgetések láthatók, amelyeket korhű díszletek között ismert hadtörténészek közreműködésével forgattak le, valamint játékfilmes elemekkel illusztrált, korhű csatajelenetek és életképek is megjelennek. Az Rényi Nonprofit Kft., valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tervei között már két újabb dobozkönyv kiadvány szerepel. Jövőre a II. Világháború befejezésének évfordulója, valamint 2016-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei adnak újabb feladatot az alkotóknak.